Köszöntöm Önöket a Szubjektívben, a műsor vendége Szilágyi Csaba úszó, a szerbiai úszóválogatott tagja. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy hamarosan indul, illetve már el is kezdődött a vizes VB Budapesten. Milyen eredményekre számít, és hogyan összegzi eddigi úszó karrierjét? Jó napot kívánok! Tehát induljunk onnan, hogy milyen számokban indul most az úszó VB-n, és milyen eredményre számít. Az idei VB-n 50 és 100 méter mellen fogok indulni, ezek az én számaim már egy évtizede, úgyhogy a régbe vált számokat váltam be. Amit pedig várok magamtól, az hát egy ilyen nyomás nélküli úszás mindenféleképp, mert a riói olimpia után egy nagy teher esett le a szívemről, mivel befejeztem egy igen nehéz olimpiai ciklust, és hát az utóbbi egy évben úgy is edzettem, meg úgy is versenyeztem, hogy faktikusan már nincs mit bizonyítanom másoknak, meg az igazság, hogy magamnak sincs mit bizonyítanom, úgyhogy kicsit más filozófiával kezdtem úszni, edzeni is, meg versenyezni is, és hát úgy érzem, hogy talán egy más dimenziót fogok feltalálni a világbajnokságon is az idén. Mi ez a más filozófia az előbbi időszakhoz képest? Hát egy kicsit lezserebb hozzáállás, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem edzek komolyan, vagy hogy nem állok komolyan egy versenyhez, de hát igen, szerintem az, hogy lezserebb, az egy jó szó. Ha jól tudom, 3 olimpián vett részt. Az eddigi eredmények alapján tehát mi az tulajdonképpen, amit úgy maga mögött tud, és amit még úgy érzi, hogy mindenképp meg kell lépni az úszókarrierje során? Hát amit magam mögött tudok, az a mély völgyek talán, volt néhány, és általában minden mély völgy után jött valami jó, úgyhogy mivel a tavalyi olimpiai évet se úgy kategorizálnám, hogy felhőtlenül jó év, úgy gondolom, hogy a közeljövőben lesz megint egy villanás, bár is ezt én elvárom magamtól, de így 27 évesen azért már tapasztalt úszónak mondhatom magam, és konkrétan most ebben a csapatban Ivánnal mi ketten vagyunk 27 évesen a legidősebbek a csapatban, és a legtapasztaltabbak is. Mondjuk jó érzés fiatalabb kollégákkal lenni, azért mert, hát nem is tudom, talán olyat látok ő bennük, amilyen én voltam 5-6 évvel ezelőtt, és az én tapasztalatom, és látván őket milyenek, új erőt tudok meríteni mindenből. És ezek a völgyek, amiről beszélt, ezeken hogyan tudja magát túltenni a sportoló? Egyébként furcsa is nekem egy picit, hogy völgyekről beszélünk, mikor így utána néztem az életrajzának, vagyis hát az eddigi eredményeknek, itt világsikerekről beszélünk. Tehát itt ezt így kívülállóként csak sikereket lát az ember. Hát igen, általában a rossz eredményeket talán nem is annyira veszik észre a többiek, mert szerintem egy olyan országban is élünk, ahol nagyon a sikertelenséget, vagy a... De nem is a sikertelenséget, szóval az igazság, hogy nálunk már majdnem a bronzéremnél is úgy vannak, hogy ez nem arany. Vagy nem tudom, hogyha egy pár századdal valaki lemarad egy világbajnoki döntőről, akkor az, hogy nem jutott be a döntőbe. Úgyhogy én szerencsésnek mondhatom magam, hogy megúsztam egy világbajnoki döntőt épp a 2 évvel ezelőtti kazányi világbajnokságon. És talán az volt a karrierem legsikeresebb évben, és ez a 2015. De azelőtt, mondjuk 2010-től 2013-ig, az egy olyan nagyon, az volt a legnagyobb mély völgy, hát a 3 évi nagyon sokáig tartott. Akkor, hát csúnyán hangzik, de nem voltam sehol. Volt 2011-ben, 2013-ban azt hiszem, hogy volt egy-egy rövidpályás EB döntőm, de az nekem nem volt elég, úgyhogy nem is tudom, 2013-tól megint volt egy olyan periódus, ami felfelé ívelt, szóval 14-es év az már elég jó volt, egy negyedik hely EB-n, szerencsétlen döntőben az 50 mellen,
de utána 2015-ös világbajnokság az egy, számomra az egy hatalmas verseny volt, és nagyokat is tudtam úszni. Úgyhogy talán így az utóbbi 10 évben ugye ezt tanultam meg, hogy mindig van fölle. Úgyhogy a riói olimpia után nem voltam elégedett, az enyhe szó. De megint jött valami változás. Elvégre folytattam a munkát a régi edzőmmel még akkor, ugyanabban a klubban, viszont drasztikusan váltottunk az edzésprogramon. Mennyire fontos itt az edző személye? Én azt hallottam egyébként, hogy nagyon sokat edzett egyedül is, tehát az edzők csak fölírták a programot, és hogy... Így van. Hát szerencsére ilyen edző nélküli dolgozás az még ott arra az ifi karrierre vezethető vissza. Viszont mélyvölgyek voltak az edzővel is, szóval az elég nehéz, amikor az úszó egyedül úszik az edzővel együtt ugye a medence mellett, de amikor így úgymond négy szem közt edzenek, amikor nincs csapattárs a medencében, az így nagyon nehéz. Ahogy az úszó számára mentálisan az edzés ideje alatt, úgy nehéz az edző-úszó viszony is, mivel az edzőnek általában a fókusz csak egy úszón van, szóval mi is emberek vagyunk, nekünk is vannak rossz napjaink, nem úszunk, ahogy kell. Vagy, sőt, nem tudom, hogyha azt mondja, hogy 500 levezető lazán az edzés végén, hát hogyha nekem 400 méter úszhatnék van, akkor lerövidítem 100 méterre, az nem lesz a világ vége, szóval mindenki húsvér. Viszont amikor egy edzőnek csak egy úszó van fókuszban, az nagyon rossz. És főleg, amikor egy tető alatt élnek, az katasztrofa. Szóval azt is megtapasztalta. Igen, azt megéltük 2013-4-ben, abban a szezonban. Az volt az első évünk együtt. Az egy nagyon nehéz periódus volt, mivel hát kezdtük megszokni egymást, de akkor épp Kragujevácon éltünk, ott dolgoztunk. És akkor a medencéről a problémákat, amikor ugye a lakásra is elvisszük, akkor az úgy rossz hangulat. De ez nem sokáig tartott, utána átköltöztünk az ő szülővárosába, Páncsevon voltam 2 évet. Akkor egy rövid periódusban volt úszótársam is, de hát elvégre mindenki elment. Úgyhogy én maradtam, maradt a régi mese, és hát... Igen, ez érdekes, hogy itt maradt, mindvégig Szerbiában edzett, ha jól tudom. Hát és volt esetleg lehetőség, hogy külföldön? Mert azért az úszósportban ez nagyon fontos. Hát az igazság, hogy volt még ott valamikor 2010-11-12-ben az akkori edzőm elutazott Isztambulba, és ő volt a Galatasaray főedzője, és akkor az akkori klubtársammal, Iván Lengyerrel utaztunk oda. És akkor ilyen reláción voltunk, Szerbia, Törökország. Az egy hihetetlenül jó tapasztalat, szóval az igazság, hogy nem bántam még akkor is, hogy nem úsztam éppen túl jól. De az igazság, hogy nagyon sok barátra tettem szert, akivel mai napig is kapcsolatban vagyok. Úgyhogy az úszás nem csak az időről szól, amit megúszunk a versenyen, hanem új emberek megismerése és új barátokra tettünk szert mindketten. Úgyhogy, de ami az itthoni úszás Szerbiában illeti, igen, utána 2013-tól mai napig itt edzek Szerbiában. Szóval ez személyes döntés kérdése? Ez személyes döntés, abszolút. Szóval mi akkoriban, amikor a középiskolát fejeztük, mint ahogy sok szerbiai úszó van lehetőségünk kimenni az Egyesült Államokban is tanulni, méghozzá nem akárkitől volt meghívom Mike Bottomtól, aki Milorad Csávicsot is edzette, és nagyon sok olimpiai éremszerző úszót is ő tanított. Őt személyesen megismertük Pekingben az olimpián Ivánnal, úgyhogy a Berkeley-ről volt meghívónk. Úgyhogy, és miért nem fogadta? Hát nem tudom, én valahogy nem éreztem volna kellemesen ott magam. Még akkor is, hogyha ott tényleg egy olyan rendszer van megalapozva, ahol az iskola és a sport együtt mennek, szóval nagyon sokan a sporton keresztül jutnak ki tanulni az Egyesült Államokba.
Viszont nem tudom, én olyan személy vagyok, aki nem, hát nem tudna itt hagyni egy évre se az országot, se a családot, barátokat. Úgyhogy én inkább olyan típus vagyok, aki inkább az ország határain belül marad, és hát faktikusan néhány óra utazással akármikor, akármelyik pillanatban otthon lennék. Egyébként az iskola és a sport összeegyeztetése az egészen jó bent magának, még középiskolában is, mert teljesen véletlenül láttam meg az Óbecsei gimnáziumban, hogy az év tanulója volt. Tehát ez hogy sikerült összeegyeztetni, hogy mind a két téren ennyire csúcs teljesítmény szület? Hát nem tudom, szóval ez mind időbeosztás kérdése, úgy mondanám. Nem vettem azért annyira nehéznek egyiket sem, szóval én bár is nem éreztem, hogy túl nagy energiát veszítek ezzel, főleg középiskolás koromban, amikor hát az igazság, hogy 10 évesen sokkal jobban bírtam minden gyűrödést, mint most 27 évesen, ha bár ez se sok, nem mondom magam öregnek, viszont azt mondom, hogy sokkal jobban bírtam, talán nem is tudtam, mi mindent tudok megcsinálni egy 24 óra alatt, úgyhogy tudom, hogy még negyedikes voltam gimnáziumban, amikor a reggeli edzést iskola előtt fejeztem be, akkor az volt, az a periódus volt, amikor magam edzettem, 5:30-6-kor kezdődött az edzés, hogy 7:30-ig befejezzem, az iskola, amikor befejeződött, akkor buszra szálltam, mentem Újvidékre edzeni, visszajöttem Óbecsére, úgyhogy hát volt. Akkor azért nem maradt sok szabad idő, nem érezte, úgyhogy ez igazság, túl sok lemondással? Nem, túl sok szabad időm nem volt, de hát nem is tudom, nem is volt időm arra gondolni, hogy hú, de nincs szabad időm, szóval én jól éreztem magam, szóval. És mi itt a fontos, a cél, vagy közben, tehát az edzést is élvezi a sportoló, tehát hogy mi itt a fontosabb, csak a célért küzd, vagy? Hát nem tudom. Az, aki azt mondja, hogy élvezi az edzéseket, az hazudik. Szóval én magamról nem mondanám, hogy élvezem az edzések nagy részét. Persze így az utolsó egy hónap világbajnokság előtt ez csupa élvezet. Viszont az előtti mondjuk 6-7-8 hónap munka az kemény. Úgyhogy azt nem mondhatnám, hogy élvezem. Viszont a folyamatot, ami mondjuk az első edzéstől van mondjuk szeptemberben, amikor kezdődik az idény, az utolsó edzésig, ami nem sokára meg lesz a világbajnokság előtt, ez a folyamat jó, így szeretem tényleg. Úgyhogy valószínű, hogy ez volt az, ami Rio után döntött. Úgyhogy. És mi az igazi sikerélmény? Mi a legnagyobb sikerélmény, amikor a versenyen megúszta azt az időt, amit eltervezett, vagy amikor az edzésen legyőz egy századot, vagy egy ezredet? Hát nem tudom, talán mindkettő, szóval egyik a másik nélkül nincs, szóval. Talán nagyobb sikerélmény persze a világbajnokságon megúszni egy időt, de túl sok kis sikerélmény kell legyen az edzéseken. Úgyhogy hát sűrűn ugye nem jön össze az edzésen, van, amikor összejön, van, amikor nem, de hát mondom, a folyamat a lényeg, szóval olvastam egy nagyon jó mondatot ilyen motivációs könyvben talán, hogy az idény elején van a motiváció, ami hosszú táv, szóval a motiváció az, ami engem arra hajt, hogy felkárják reggel, stb. De már a második, harmadik hét, egy-két hónap után nem a motiváció. A motiváció az elillan, hanem a karakter marad meg. Szóval ez a motiváció és a karakter, ez egy két fontos faktor, de a motiváció az nem tart sokáig. Szóval az, aki motiválni tudja magát 10 hónapon át, az a karakter. Az csak is az akarat erős a karakter, semmi más. Szóval a motiváció, amikor befejeztem egy 3 hetes szabadságot, hú, de szeretnék már edzeni, hú, de jó érzem magam, pihent vagyok, és akkor itt van a motiváció. De amikor már megvan az első komoly hét, egy 50 kilométeres hét, amit leúsztunk, akkor itt már a motiváció elment, akkor már megint fáradt vagyok, megint nehéz felkelni reggel, úgyhogy itt csak az akarat erő marad. Most egy picit beszéljünk a jelenről, jelenleg a Vojvodinában van, a közeljövőben is így tervez maradni Újvidéken, és egy picit közelebbi, távolabbi tervekről. Itt nem csak az úszásra gondolok, hanem az egyetemre is. Hát igen,
Mondjuk ez a döntés, hogy Újvidékre költözzek és a Vojvodinában folytassam a karriert, ez már régóta megvan a fejembe. És az igazság, hogy nem is akkor történt, amikor terveztem, talán kicsit előbb. Ez most így visszamenőleg, mivel már 3 hónap elmúlt attól a periódustól, ez így szerintem egy nagyon jó döntés. És itt több faktor is van. Egy az, hogy a Vojvodinában pillanatnyilag mi 5-en vagyunk válogatott tagok, és ez egy hihetetlenül jó csapat. Ugyanakkor nincsenek meg a megfelelő föltételek Újvidéken. Hát igen, az igazság, hogy nehéz ezt így mind összehozni, szóval az lehetetlen. Hogy jók legyenek a feltételek, jó legyen az edző, jó legyen a társaság, minden, hát ez így nagyon nálunk nem jön össze soha. De hát mérlegre kell tenni mindent. Az igazság, hogy az év legnagyobb részében megvan minden föltétel, csak amikor megindul a nyári szezon, akkor ez így gond mindenhol talán. A nyitott medencék ugye az komerciálisak, szóval az a lényeg, hogy minél több pénzt szerezzen a város a belépőjegyeken keresztül, szóval azt hiszem, hogy 9-től 7-ig vagy 10-től 7-ig ugye a rekreáció van, de hát ugye mindenki csak napozik meg lubickol. Viszont ez miatt számunkra nem nagyon elérhetők ezek a medencék, úgyhogy gond van főleg a délutáni időpontokkal. Reggel mi meg tudjuk csinálni az edzést 7 és 9 között, viszont már 7 óra után nem nagyon lehet vízbe menni, vagy azért, mert túl piszkos, nem látszik a fekete vonal a medencében, nem lát, besötétedik, vagy vannak ilyen gondok, szóval az utolsó 2 hetet itt töltöttük Belgrádban, a komplett Vojvodina úszóklub, aki válogatott tag, átjött ide. Nemrég csatlakozott a válogatott többi tagja is, úgyhogy nem panaszkodom, feltaláltuk magunkat, mindig is feltaláljuk magunkat. Úgyhogy ami pedig konkrétan az Újvidéket illeti még, és az egyetemet, be lett fejezve az egyetem, viszont szeptemberben szeretném folytatni, úgyhogy be fogom írni a masztert, és hát remélhetőleg jövőre már az is be lesz fejezve. És nem is egy könnyű egyetemről van szó. Mit is tanul? Igen, a Technológia Egyetemen vagyok, biokémia szakon. Úgyhogy hát nem tudom, számomra a jövőben ez... hogyan fut össze ez a kettő? Az úszást azt még meddig tervezi? Hát nem folytatni. Tudom, ez egy tényleg nehéz kérdés. És ezt így mindenkinek ezt válaszoltam körülbelül az olimpia után, hogy nem, nincsenek már hosszú távú tervek számomra. Szóval azért mondtam a beszélgetés elején, hogy leesett egy ki a szívemről, amikor befejeződött az olimpia, mert az egy hosszú távú terv realizálásának a vége volt. Szóval itt egy 3 éves periódusról beszéltünk, 2013-tól 16-ig, és ezzel az olimpiával ez befejeződött. Úgyhogy abszolút, amikor a tokiói olimpiáról van szó, pillanatnyilag neutrális vagyok, szóval nem tűztem ki célul, abszolút, még mindig. Tudom, milyen lesz az A-szint, tudom, hogy mit kell megúszni a tokiói szinthez, viszont pillanatnyilag ez már nem motivál, szóval olimpiai, mint olimpia pillanatnyilag nem, nincs túl nagy értéke számomra. Viszont vannak más versenyek, amiket kitűztem célul, az pedig a rövidpályás versenyek, mivel majdnem 4 éve, hogy utoljára versenyeztem rövidpályás EB-n, 2013-ban Herningbe, Dánországba, úgyhogy az idén Kopenhágenben van az EB rövidpályás, és hát a régi edzőmmel nagyon háttérbe szorultak a rövidpályás versenyek, pont azért, mert az olimpia volt kitűzve célul, úgyhogy nagyon alárendelve ez a rövid pályás szezon is minden évben. Azt hiszem, hogy egy versenyt úsztam talán 4 év alatt rövid pályán. Úgyhogy, és ez most miért cél? Mi a jó ezekben? Azért cél, mert úgy látom, hogy ott még vannak olyan idők, amiket meg tudok úszni. Szóval itt konkrétan a saját országos csúcsaimról beszélek. Főleg 50-en és 100-on, mert 200 méteren megdöntöttem az országos csúcsomat 2 évvel ezelőtt talán, akkor csak arra is készültem.
Persze ki kell hangsúlyoznom, hogy az a 200 méter még mindig nem olyan szintű eredmény, ahol labdába tudok rúgni egy AB-n. Viszont az 50-es és a 100-as még nem vettem annyira komolyan attól a 2013-as dániai ország Európa-bajnokságtól. Úgyhogy azt hiszem, hogy 26-30 az eredmény az 50 mellen, és 58-40 a 100-on. Ezeket az eredményeket szerintem meg tudom úszni jobban. Úgyhogy ez a lényeg, hogy legyen egy olyan cél, ami úgy tűnik, hogy elérhető, nem könnyen, de elérhető, és számomra ez elég, hogy a VB után biztos folytassam. Akkor ehhez kívánok sok erőt és kitartást, most pedig sok sikert a következő budapesti VB-n. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. A Szubjektívet látták, Szilágyi Csaba úszóval beszélgettem.